Vasmarty iskola olimpiai lángját, hogy következő alkalommal újraélethessen. A témahét során nagyon sok dolgot megtudhattatok az olimpiákról és az azokhoz kapcsolódó jelképekről, helyszínekről. Szükség volt a saját fantáziátokra is. Történetek, versek, rajzok, szófelhők, prezentációk és kisfilmek alkotása során. Nagyon sok izgalmas tesztet töltöttetek ki, játszottatok számtalan online játékot, kitaláltatok új sportágakat. Lehetőségetek volt új applikációk, programok megismerésére, használatára, amelyet a témahetet követően is jól hasznosíthattok. Az olimpiai falu élete rendkívül mozgalmas volt, amelyet a témahét projekt oldala is bizonyít. Ezt az iskola weboldaláról is elérhetitek. Érdemes megnézni a társaitok munkáit, játékait, eredményeit is. Az olimpiai falu élete hivatalosan ugyan ma lezárul, de virtuálisan még tovább él, hiszen vannak még fel nem töltött anyagok, lehetőség van tovább játszani, olvasni, nézegetni a sok feltöltött anyagot. Kedves diáktársaim, kedves tanáraink, tanítóink! Polgármesterként öröm volt látni, mennyire lelkes polgárai vagytok a falu életének. Remek munka volt, mindnyájan sokat tanultunk, és nagyon élveztük. A meghirdetett verseny eredményről számolok be. Harmadik helyezést érték el Goron Tamás 3. B-osztályos tanuló és Béke Zoltán 6. B-osztályos tanuló. Második helyezést érték el Hóra Hanna és Hóra Panna 5. A-osztályos tanulók. Első helyezést érte el Elek János 2. B-osztályos tanuló. Köszönöm az aktív részvételt. Az olimpiai falu kapuit bezárom, polgármesteri feladataimat ezennel befejeztem. Mindenkinek jó pihenést és jó egészséget kívánok!